Néhány hete már használható az új Várkerti híd, úgyhogy a város velünk épül, ma innen jelentkezik. Jó napot kívánok, köszöntjük nézőinket! Jó napot kívánok! Mióta is lehet átkelni a Bakonyérnek ezen a pontján, az új hídon? Néhány hete már használható a híd, amely a kivitelezők használatba átadtak a város polgárai számára. Ugyanakkor a teljes beruházás még nincsen készen, sem adminisztrációs, sem pedig gyakorlati vonatkozásában. Tekintsük át azonban még ezek előtt azt, hogy mi mindent építettek. 2022. évi költségvetésében Pápaváros önkormányzata mintegy 47,5 millió forintot biztosított ennek a hídnek a megépítésére. Ez egy ötajánlatos közbeszerzés keretében kiválasztott kivitelező tavaly június 16-án írt alá a szerződést, ami azt jelentette, hogy mintegy 180 napát rendelkezésére ahhoz, hogy ezt az objektumot, építményt elkészítse. Milyen műszaki paraméterekkel épült meg ez a híd? Ugye azt mondtuk az elején, hogy hasonlít majd a gimnáziumnál lévő hídhoz. Ugyanakkor, ha most ránézünk, hát azért ez lényegesen nagyobb, nem csak hosszára, szélességére, tehát teljes egészében. Így van pontosan. Ugye itt figyelembe kellett venni azokat a paramétereket, amit az adott helyszín mutatott. Emiatt látjuk azt, hogy mint egy domborulat van tulajdonképpen ebben a hídban. Ez nem egy egyenesen köti össze a Bakonyérnek a két partját, hanem van egy íve ennek a hídnak. De ha a paramétereiről szeretnénk beszélni, akkor annyit kellene elmondani, hogy egy 30 cm vastagságú betonba ágyazott terméskőből van kirakva az oldala, ami a híd alatti részt illeti a partoldalnak. Van két nagy betontartó szerkezet, erre építették rá a hidat, aminek van egy alsó szerkezete, illetve egy felépítmény része, és az is látható rajta, hogy keresztbe futó deszkákat látunk, illetve vannak úgynevezett kapaszkodói korlátja a hídnak, amely lehetőséget biztosít arra, hogy ezen kényelmesen lehessen átjutni ezen a hídon, és lehessen megközelíteni a belső várkertet. 15 méter hosszú, ha jól emlékszem? A teljes hossza 15 méter, a víz fölötti rész pedig 13 métert meghaladó szélesség. Több funkciót is szánt ennek az Újvárkerti hídnak az önkormányzat akkor, amikor megtervezte, és amikor ezt az egész projektet lebonyolította. Mik voltak ezek a funkciók? Hát ugye egy hídnak alapvetően, egy vízfolyás fölött található hídnak alapvetően az a funkciója, hogy az egyik partoldalról át lehessen menni a másik partoldalra, és itt az a lényeges akkor, hogy honnan, hová érkezünk. A belső várkertet ezzel a híddal kinyitottuk egy új irányba, méghozzá a Várkert út, Szent István út irányába. Egyébként egy történelmi térkapcsolatot állítottunk helyre, hiszen itt valamikor híd volt. És egyébként itt létrehoztunk egy akadálymentes bejáratot is a Várkertbe, hiszen itt a Várkertbe csak a lépcsőkön lehetett, illetve egy olyan rámpán, ami nem megfelelő akadálymentes közlekedésre bejutni. Az új irány megnyitásán túl ez a Várkerti kávézónak a feltöltését szintén szolgálja, hiszen az itt vállalkozás üzemeltető sem tudott autóval eddig bejárni, és elég nagy távolságból kellett megoldani a töltését ennek a helyiségnek, hát most innen könnyen meg. És innen is gyalog, hát hiszen a térköves gyalog területig lehet csak ugye a járművel. Ugye autóval nem szabad áthajtani. Mi igyekszünk a további kapcsolatok lehetőségét javítani, hiszen a Várkert út, Szent István út, Télagyár út körforgalomban találhatók azok a gyalogátkelő helyek, amelyek majd szolgálni tudják az idevaló bejutást is, és így egy rövid járdaszakaszt kell majd még megépítenünk, hogy a legnagyobb biztonságban ide el lehessen jutni. Illetve nyilván a távolabbi jövőben majd a ma még hasznosítás előtt álló vasaspálya terület felé is megnyitja a közlekedés lehetőségét ez a híd.
Azzal kezdtük ugye, hogy használható, készen van, de teljesen még sincsen készen. Akkor mi az, ami még a projektből kivitelezési szinten hátra van? Kivitelezési szinten hátra van egy rövid kis szakasznak a térkőnek a megépítése, ami a híd befejezésétől a belső várkert fele eső oldalon van, amely azt a nyaktagot, ami korábban megépült a belső várkertnél, vagyis a kávézó, illetve a mosdó előtti területet összeköti ennek a hídnak a kivezetésével. Ezt szeretnénk leburkoltatni. Erre a Városfejlesztő Társaság Kft.-t kérte föl az önkormányzat, és bízta meg azzal, hogy ezt a pár négyzetméternyi térköves részt elkészítsék. Ez azért nagyon fontos, mert szeretnénk egy szilárd burkolatot adni, ami lehetőséget biztosít mind gyalogosan, mind pedig kézikocsival a hídon való átkelésre. Ráadásul ugye akkor, hogyha az elkészül, akkor lesz teljesen akadálymentes ez a híd, hiszen most a másik oldal ugye már megépített térkővel csatlakozik, itt viszont még most egy kicsit ilyen lépcsőszerű a megközelítése. Pontosan ezt látjuk, hogyha innét lelépünk a belső várkert felőli oldalon, akkor egy lépcsőt látunk, ami nyilván ettől a térkövezéstől el fog majd tűnni. Adminisztrációs engedélyezési szempontból készen van-e a projekt? Elkezdődött már a Közép-Dunántúli Regionális Vízügyi Igazgatóság felé az engedélyeztetési eljárás, tőlük várjuk majd a végleges engedélyt. Kedves nézőink, ez volt a Város velünk épül mai számon. Nézzék meg, ha még nem látták az új várkerti hidat, sétáljanak át rajta, és ahogy itt néztem, ugye közvilágítási oszlopok is csatlakoznak hozzá, tehát talán még este is, sötétben is érdemes lesz megnézni. Nagyon vonzó látvány. Viszontlátásra! Viszontlátásra!